Az idei változékony időjárás ellenére az időben megérkezett csapadék sokat segített az őszi vetéseknek, bár még szükség lenne esőre. A gazdák felmérése szerint az őszi vetésű kalászos gabonák, az árpa és legfontosabb kenyérgabonánk a búza, a vetés terület 90%-án jó vagy közepes minőségű. Az őszi vetések a csapadék hatására elég jól kikeltek, tehát itt láthatjuk az árpa is és a búzatáblák is szépen kijöttek. A csapadék az pillanatnyilag megfelelő a talajba, ellenben a mélyebb rétegekbe, tehát egy szántás alatti rétegbe már nem jutott, úgyhogy a téli csapadékra még mindig nagyon szükség lenne. Ugyanakkor a műtrágyárak jelentős emelkedése mindenképpen megnehezíti a növénytermesztésre szakosodott agrárgazdák dolgát, hiszen a műtrágya elengedhetetlen tápláléka a földnek és a vetések fejlődésének. Legfőképpen anyagi tekintetben nehezíti meg, ugye az előző őszökhöz képest 3-4-szeresére felment a műtrágya, tehát pillanatnyilag egy NPK alaptrágya, ez 300.000 forintos körüli tonnánkénti árba állt meg pillanatnyilag. Annak ellenére, hogy a tavasz és a nyár is csapadék hiányos volt, mindenhol számítani kell a gombás betegségek, különösen az előző években komoly kárt okozó fertőzések, kártevők megjelenésére, ezért a védekezésre kiemelt hangsúlyt kell fektetniük a gazdálkodóknak.